Senki akkor ide lesz előadottam valamit. Ezt a drága maguskát kaptam, ezt az előadottat. Ez láthatatlan, hát ez két boszorkányság. Ez inkább ügyetesek. Ha valaki ez mi járt? Rákvátok. Biztos, ha valaki ide eltegette, jobb lesz, ha megkérültük. Na, egy. Kimelj szállt a felébe tenni a sztályok körét. Az az én. De ne félj, jó biztos, hogy a tanár úr hazott ide, ugye? Hallálja, de ez a színzalról milyen beszélket, ugye? Ez az alakváltók biztosan megváltoztat. Ezért azt fogom csinálgatni, hogy a szellemmé változtatlak. Igen, mostantól legyen a lányból szellem. Tó, vagy valami más. Okot fokusz. Várj, most mi történik? Ez a láthatatlan látett, milyen vagyok. Eléggé röhelyesen vagy, de teszik. Jó, a kívánszok szikertet. Majd küldöm neked SMS-t. De mi telefonom? Az anyám eltalálja. Magasszágos egek! Mi ez a nagy holmi? Átalakítjuk a szobánkat, mert úgy látom, a nagyobb penészesz lett. Penészesz? Gondoltam, hogy ez fog történni, de figyelj ide. Arra gondoltam, hogy a drága rokonom, tudom. Épp elméletével azt üzentem a drága öreg unokabátyámnak, hogy szépen átmenjünk hozzá. Mert éppenséggel az apukája már vár minket, éppenséggel felkészülten várjuk. Milyen jót fogunk mulatni? És én igazából nem értem tulajdonképpen, most tudom. Majd a jó Isten megmondja nekünk. De az én megyek is. Na hát, milyen csinosan néztek ki? Kösz, gondoltam ezt a pólót használnom, én pedig ezt a pólót. Remek, akkor kezdődjék a nagy hatera. Milyen jót fogunk mulatni. Hát akkor nektek jó szórakozást kívánok. Jót fogunk szórakozni. Előke némbe annyi váltságdíjat fog fizetni, hogy még akár jó útra eszéljetek. Most vár engem, Grubi. Ne felejtsd, éppen szége lakzi előttünk, nem pedig ez horgászó tér. Aha. Lányok, jó, hogy ti eljöttetek. Köszöntlek titeket a saját kuszkomban. Nos, ez lesz a saját szobátok. Tűha. Na csak, Odi, de jó, hogy jöttél. Az én hátalat szolgáljatok ki magatokat jó kis koktélről. Azért megmutatom le, hogy néz ki a fürdőszoba. Tehát ez volna az a saját fürdőszoba. Eléggé logikus kinyelhezett, hogy pont önnek van. Várjuk, ott a kiakit. Drága ellensége, Mikégé, ő nem olyan barátságos, ő olyan untok, és legfőképpen azonban szántikál, hogy elvegye a vagyonokat. Éppen azért máshol kellett volna tartogatnom. Tartogatjuk mindenhol a holmikant. Ő a hátra a kalapba. Kösz, Odin.
igazán nem a kellemes gesztus. Én is felejtettem mondani, hogy szellemi át a hely a ház. Mi a ház? Csak nem jártál nála. De úgy csak én beszélgel, láttam a szomorúján, mi történik beszélgel. Attól félek, hogy a szellemi beszélgel ott uralkodik. Kora egy buta állat. Ha még ezt meglátnám, az a köpheti a lecsómat. Hát ez elég ijesztő tűnik. Íz esetleg egy kóját, asszony. Ez majd ne egy igazából kiadjon. Igazából nem félek szemét, bátor kislányka vagyok. De eléggé melisz. Úgyhogy nyugodtan itt maradhatsz valamilyen elizetni. Van egy kis bibi, mi lenne az? Itt látom, hogy nagy dugóba akadtunk. Gumi, szeretnék beszélni veled. Gumi, átlendezted a szobádat? Egyszerűen hihetetlen vagy. Ja, amúgy meglátod, hogy én éppeszége megcsapta a kakast? Majdnem összepipéltem magam. De komolyan. Na, tegyük a lényegre. Mit akartál beszélni? Nekem? Valami titkos ügy? Ez a persze. A múlt éjjel járt valami szellem nálunk. Éppeszége hajnal hallottam, hogy valamelyik kiszáll löhögött, hogy végül azt hitte, hogy nem ő az anyja. Kamolyan mondom, tesszik az a hely. Elmondanád, mi a mennyei macsitkása itt? Igen, persze, azért jöttem ide, hogy megvegyem a házát. Sajnálom, pajtát, de attól tartok, ez kevés lesz. Szóval... Kevés? Akkor nézd meg ezt. Mennyit adja egy szabolangyalét? Kevesebb, mint 200 forintért. Na jó, szemennyi pénzét nem kaphat. Akár tesszik magának, akár nem. Csak a tesztán keresztül. Holnap állak ezen a szalkon. És ha még egyszer nem leszel ott, búcsút felthetsz a kedvesednek. Nem érte valójában, hogy Miki miért halkszik Rubia? Nem tudom, de hallgasszuk ki a tyúkokat. A szellem. Na hát, kaszok, csak én vagyok. Az én kisilányom. Hál az égnek, hogy megtaláltalak. Az a pácikátok veletek van? Nem szívesen mondom, de hallgasszuk ki szerintem. Amit is mond nekem, és szemennyi pénzén nem adom semmi a házát. Követelni mersz? A drága Miki egérét? Elmondom magának, hogy igazából mit tudok. Úgyhogy előre is figyelmeztetlen, hogy mi volt ez? Na te pajtász, jobb lesz, ha feladod magad? Ez ki is léthet. Habu, anyomabban. Csak meg a nyomban házát. Én már itt se vagyok, úgyhogy szálljon állá. Új. Látok, én mondtam nektek azt, hogy mi történik akkor, hogyha a szellem felbukkan, és ha valaki el nem adja a házát. Valamit tennünk kell ez ellen. Kéne valami hőz, hogy végül el tudja kapni a gonoszt. Itt választunk, de elfelejtettem. Várjatok, van egy jobb ötletem. Milyenne, hogyha esetleg Rubit választanám? Te jó ég. Azt hiszik, hogyha... Te jó ég. Azt hiszem, hogy hősre akarnak. Valamit, hogy rám. Ó, mekkora szentszétlen vagyok. Bár megtréválhattam volna őket, de úgy látszik, hogy kudarcot vallottam. Mekkora egy kudarc vagyok. Ez szentelen kudarc. Itt az ideje visszaváltozni. Légy átkozott, te kis gyűrű macsé. Így. Most persze ki nem fogja megtalálni. A keszelvit. Mindig csak eszik és eszik. Jobb az, hogy most megyek. Ezt nézd meg, Rubi. Úgy látszik, Rubi jól megáll.
dolgozott. Látszátok, hogy én voltam, és nagyon sajnálom, hogy ijeszkedtek titeket. Csak meg akartak ijeszteni titeket, ennyi a formám. Te kis gézengősz, majdnem a frászt hoztad rám. Úgy tudom, lehet, hogy elnézést, de már kápoltolni fogom. Mi megvan? Jaj, hát össze! Te vagy azt a kis gyáva kis féreg. Nem ez a kis tájról, hogy féreg, úgyhogy lebuktattuk téged. Szia van. Te kérnék valamilyen aporoságot. Tudod a krejteket? Remek, megtaláltam. Ó, hát te itt. Te ezt kiabol bennünket? De annyi esze van, hogy kiabolja az egész szajnémat. Adja békén a szájémat, vagy rossz fiág lesz itt. Ez össze, körben poli véget a vázat. Hát ha halsz, legyen halsz. Rubi, támadász! Nesze! Jaj, te fáj, Aj, mit akartok eltenni? Felhívjuk a rendőröket, hogy szépen elmagyarázgathasszon. Ahogy meg szépen kimarad ebből a bujból. Mit tudtok ti, gyáva kis félgek, arról, hogy én tehetek róla? Pedig tudhatjátok, hogy én vagyok a mestertolvaj. De nem szokáig leszem, Animókus. Szépen mész a rendőrséghez. Elfogtátok a tolvajt? Nem azt gondolt, hogy épp a szellemet láttál? Ne, a kő biztosan átkozzon. Ez remélhetően nem fog neki, mert attól tartok, hogy ez a szellem átka. Előhelyezhet még életemben nem hallottam, ilyen szellemet még nem láttam. Háj, hiába magyarázom neki. Adja meg magát, ha jót akar. Soha, majd, ha ellenteli a tűzjedet. Ő egészen jó kis bunyó lesz. Háj. Na tesszük azt az, hogy bocsadjunk maradtam. Megyek vissza csinálni. Ez magyarázatok, ez tulajdonképpen mi folyik itt? Jó, rendben. De nem fogok szélni. Ez kísértet elvette a házamat, nincs haladtam. Kaput lesz, hogyha legalább nem kapom vissza a házamat. Sajnálok, Rubi. Annyira gonosz voltam rád, hogy majdnem alig ismertem a lányodat. Ő a felső, tök mindegy. Pedig tudhatnátok, addig nem mehetek haza, amíg a szellem el nem tűnik. Talán mi szívesze segíthetnék, ha szeretnék. Mi? Segítsünk neki? Ennek a piószának? Ki van zálva? Megígértem azt, hogy nem teszem meg a lábam. Ha mégis, akkor legalább agyon szabadnám, mint a hegyet. Pedig támogat minket, te is tudod. Jó, na de... Jó, rendben. Mi a terv? Olyan terv? Hogy végül nehogy a szellem ide jöjjön. Valami nóta kell. Megvan. Megvan! Hóha, hát egy előbb is igaz. Lehet, hogy a szellem lehet ez. Na, fogja csak. Nem, olvassa. Ezért legnagyobb gyengéje a fücsünket is. Fücsünk. Oké. Ezt majd letárgyam. Köszönöm. Egyébként kapsz tőlem jó ajándékot. Nem hozok szégyen a szállát fejedre. Működik! Megkapom a házat, drága Tubi száma. Végre az én házamba kerül. Na, a szellemet elkezdettem. Halló, remek voltál, Rudi. Nem tudom, hogy lehet-e ki a hálás.
Csak annyit kérek, hogy a kóla azért jó, jó, jó? Legnájt hozom. Adios, amigos! Hát, bár a... Mi a... Mondd, figyeztelem egyáltalán? Éppen szégyel én a szellemet vagyok. Cseltek, hogy végül átadd a hatalmat. Attól, hogy előbb vagy utóbb még személyhetem túl az életed. Mert mindjárt megszínsz. Maga jött csirkefogó. Tudtam, hogy nem bízhatok magát. Miért is bíztam őt? Na jó, azonnal változtatsz vissza. Majd, ha bolond lennék. Mi lehet ez? Hát az, amit pont ettől féltél. Készülj fel arra, hogy neked kampesz. Menekülj csak, ahogy csak tudsz. Na, jó, hogy a kampetek nem akaszt. Filekál kristálytisztál. Ez fáj! Szállj meg! Kicsértetek! Jaj! Ez az, podcast. Ismerd meg a hatalmadat! Jaj, mi ez út? Jaj, te kézzelik ezzel! Meg aztán mit mondasz? Meg fogok semmisíteni! Várj, de mi szia az? Istenben, nee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 
Hey, történt. Miért kapcsolódott le a tévé? Téged kikérdez a szakámacsi. Hát megszembesítettem a szellemet. Vagy mindig nem élet fel ésszel? Nem igazán, de egyáltalán láttál a szellemet, vagy nem láttál. Egek ura. Gőzöttől bejöttek, úgyhogy jó itt. Nem értem, hogy a manók miért pont ájulnak el. Sajnálom, srácok. Azt hiszem, túlállokba estem, csak majd akartok telefálni titeket, de láttam, hogy véletlenül használtam azt a kristályt. Aha, szóval te mégis csináltál valami szellemezkedést. Hát hiába, mindig ő a lóvé. De megígérem nektek, ha megváltozok. Annyira rossz ötlet volt egyáltalán, hogy végül megijedsz valakit. Ez eléggé nagyon ijesztő. Épp egy kutatót hallottam, de azért elnézést kérek. Hát, hogy én is félek a szellemektől, de egyáltalán még nem féltem. Hát akkor menjünk haza? Persze. Menjünk, semmi kezdődnek. Lányok, nincs mit hoztam nektek. Mi ez? Tehát, hová lettek ők? Azok a kézzelbúzok, magába vitték a szajvét. Na de nem baj, jól nem kell látnom azt a kézengúzt. Hiszen ő itt a szellem, viszont nem is én. Na, csak hazaértünk. Még az a szellemzől nem adták el a házunkat. De ugye tanultál bőle szkéből. Igazán sajnálom. De legközelebb ilyet nem teszek, megígérem. Á, ma itt is jön? Szép napot kívánok! Mi vagyunk Odinék. Odinék? Itt járt valamilyen Odin, és legfőképp egy kísérteteket lát. Amióta épp eszébe látta az, hogy mi történt, éppen elfutottam az egészen a kuruzsróig, domozdon át a folyókon át. Miket fecsegsz itt össze-vissza?
Hát amikor szellemet látok, éppen széged be vagyok tízve attól, hogy a szellemeket éppen széged, akkor rémiskednek, mert mi egymás. Igaz. Megőrülök. Megborondulok. Én már vissza vagyok. Látkonácsolykor. Úgy futott, mint a szicc. Hát én mondtam nektek az, hogy Odi mégsem hazudott. Úristen, hogy hová jutott a világ? Túsztom szincs, igaz? És túsztom szincs arról, hogy miértem Hufnagel pisztihez mehettem felszegül. Ezelőtt 50 éve.